Szeptember utolsó hetében rendezték meg a serdülő országos egyéni bajnokságot, melynek a Puskás Ferenc stadion adott otthon. Az utánpótlás reménységei számára az év egyik utolsó nagy hazai megmérettetése volt. 57 szakosztály, több mint 750 versenyzője állt rajthoz. A legsikeresebb egyesületnek, a KSI bizonyult, ők 25 éremmel térhettek haza. Persze rajtuk kívül még a legtöbb egyesület dicsekedhetett szép eredménnyel. Környezet adott, remek pályán versenyezhetnek a versenyzők. Milyen maga a verseny? Ez az egyik legfontosabb verseny a magyar atlétikának. Itt olyan lépfolyamok lépnek be a versenyatlétikába, akik eldönthetik a következő évekre, hogy az egész sportág hogy működik. 24 versenyző kvalifikálta magát az országban minden versenyszámban, tehát itt már kiválogatott versenyzők vannak, és amit láttam a versenyekből, azok nagyon biztatók, optimista vagyok. Voltak már olyan eredmények itt a délelőtt folyamán, amelyek nemzetközi szinten is megállják a helyüket? Itt még miután a maximum életkor 15 év, kevés nemzetközi összehasonlítási lehetőségünk van, de láttam már olyan versenyzőket, ugye a sprint számok döntői mentek le, akik ha megmaradnak a pályán és szorgalmasak, kitartóak lesznek, akkor eljuthatnak a nemzetközi élvonalba. Kik segítettek ennek a versenynek a létrehozásában? Ennek a versenynek a létrehozásában, hogy alapvető módon azok az edzők, akik fölkészítik a versenyzőket, maguk a versenyzők szüleik, iskoláik, és támogatást kapunk a ilyen életkorú versenyek megrendezéséhez a Nemzeti Utánpótlás nevelő intézettől is. Ezek a gyerekek, akik itt bajnokok lesznek, eséllyel pályázhatnak a Heraklész programba való bekerülésre? Minden bizonnyal a Heraklész programba. Itt már azt hiszem a komoly kiválasztó versenynek tekinthető ez. A 15 évesek, akik itt végeznek, illetve a megfelelő tehetséget árulnak el, azok bekerülnek a Heraklész programba. Lassan túl vagyunk a futószámok döntőin. Mit lehet látni? Milyenek a mostani fiatalok? Van köztük nagyon sok ügyes, mint mindig. Azért a futószámokkal még nem vagyunk kész, még a sprint számokkal sem, mert én nagyon izgatottan várom a gátfutó versenyszámokat. Azok azért mindig a legizgalmasabbak itt a sprint számok között. De mondhatom, sok ügyes gyerek van, ezzel sosem volt problémánk. Milyenek az eredmények? A korosztálynak megfelelően teljesen normálisan jó eredmények születtek. Vannak egészen ügyes gyerekek, vannak szemmel láthatóan olyan gyerekek, akik nagyon jó mozgásúak, ők még kevésbé fejlettek. Ebben a korban nagyon-nagyon sokat számít a biológiai fejlettség. Hihetetlenül nagy különbség van a gyerekek között még ebben a korban. És látni, hogy ki az, aki majd szép lassan utol fogja érni a jelenleg lényegesen jobb idő eredményt elérőt, és majd az évek során el fog lépni mellette. Mi lesz a további programja az utánpótlás csapatoknak? Hol fognak legközelebb pályára lépni a gyerekek? Én azt hiszem, hogy ezeknek a gyerekeknek most nagyon izgalmas és éles ez a verseny, azon kívül, hogy egy országos bajnokságuk van jelen pillanatban. Ez egy válogató verseny is számukra, hiszen a jövő szombaton Zalaegerszegen kerül megrendezésre az a U16-os válogatott viadal, amit Horvátország és Szlovénia ellen fogunk vívni. Ez egy hagyományos viadal, éppen ebben az évben mi vagyunk a rendezők, és remélem, hogy a hagyományainknak megfelelően erős csapattal, győzelmi esélyekkel fogunk kiállni. Kikre számíthat ott azon a versenyen? Lehet-e már tudni, hogy kik fognak szerepelni a csapatban? Alakulgat a csapat, de ilyenkor még én nem szeretnék semmit sem mondani konkrétan. Az egész évet, hogyha értékelni kellene, akkor hogyan értékelni? Sikeres volt? Igen, sikeres volt, bár kevés nemzetközi eseményünk volt, ahol megmérethetné magát az utánpótlás. Ezek a úgynevezett páros évek mindig szerényebbek a nemzetközi események tekintetében. Mindössze egyetlen junior világbajnokság volt, ami egy hihetetlenül erős, sokszor a felnőttek eredményeivel konkuráló verseny és esemény. Egy érmet szereztünk, egy pontszerző helyezést, négyen voltak döntőben. De ami nekem sokkal többet mondott, az, hogy minden eddiginél több versenyzőnk jutott tovább az előfutamokból, a selejtezőkből, és minden eddiginél több versenyző végzett a nemzetközi, a világ korosztályos élmezőnyének a közepén, ami azt gondolom, hogy ilyen kicsi országban, ilyen kicsi atlétikával rendelkező országban ez nagyon nagy dolog. Többen is egyéni csúcsot futottak ezen az említett világbajnokságon. Ez azt jelenti, hogy a fejlődésük töretlen? Valóban. Ez is nekem egy nagyon nagy öröm volt.
Nem is az, hogy a fejlődésük töretlen ezzel, nem ezt szeretném hangsúlyozni, sokkal inkább azt, hogy talán a mentális felkészülés területén is tudunk lépegetni előre. Nem volt jellemző a magyar versenyzőkre az, sem a fiatalokra, sem a felnőttekre az elmúlt években, hogy a világversenyeken egyéni csúcsokat érnének el. És ezért nagyon nagy öröm volt, hogy valóban 4 versenyzőnk 5 egyéni csúcsot ért el ezen a világbajnokságon. Én ezzel nagyon elégedett voltam. Büszke vagyok ezekre a gyerekekre. Az, hogy a fejlődésük töretlene, eddig igen, a kérdés az majd ezután lesz érdekes, remélem, hogy az lesz a továbbiakban is. A második nap végén az 1500 méteres akadályfutás talán az egyik legizgalmasabb szám. Ez most is bebizonyosodott, végül te nyertél. Szerinted ez az idő, ez az elvárásoknak megfelelő? Hát a selejtezőkön nem szerepeltem jóról, és túl jól, és ez nekem legjobb időm, egyéni csúcsom. De tavaly csapattársam nyerte ezt az országos bajnokságot, hozzá képest mérve ez nagyon jó idő, és én is örülök, hogy ezt futottam. Eddig mennyi volt a legjobban? Kvalifikációs versenyen futottam 4 perc 42 felett, és ez a közel 8-9 perc, 9 másodperces javulás, ez nagyon jó eredmény szerintem. A gödöllői színekben versenyző Komisár Krista a 14 évesek kategóriájában 100 méteres síkfutásban verte végig a mezőnyt. Az atlétika az hogy jött, hogy kezdted el? Szüleim atlétizáltak, és az edzőjük engem is lehívott, először a nővéremet, és utána engem is így elkezdtem versenyekre járni, és akkor jött. És ebben a sportban szeretnél valamit elérni, vagy ezt majd, hogyha felnőtt leszel, akkor inkább hanyagolod, és csak a kosárlabda? Még nem tudom, mert mind a kettő sportágat nagyon szeretem, és ez majd eldől, hogy melyiket fogom hosszú távon csinálni. 3000 méteres női sífutásban te nyertél még hozzá utcahosszal. Gondoltad volna, hogy ilyen magabiztosan fogod megnyerni a versenyt? Hát igen, így erre számítottam, csak az időt szerettem volna jobbra futni. Mennyivel maradtál el az idei legjobbattól? 15 másodperccel lett rosszabb, mint amit kellett volna futnom. És ez minek volt köszönhető, hogy most nem sikerült? Nem tudom, ez most nem jött össze. Ebben az évben milyen eredményeid voltak? Én triatlonozom, és az országos bajnokságot és az olimpiai reménységek versenyét is megnyertem. Jövő évben mi lesz a cél? Milyen versenyre szeretnél kijutni? Jövőre is az országos bajnokságot szeretném megnyerni. És a külföldi versenyeken is szeretnék jól szerepelni. Aktív sportolóként a gyerekeket is tanítod. Hogyan tudod egyeztetni ezt a kettőt, hogy a sportolás is jól menjen, de a gyerekek is fejlődjenek? Időbeosztás kérdése, úgy tudom megoldani, hogy délelőttönként megcsinálom a magam edzését, délután megtartom a gyerekeknek, és amikor szükséges, akkor utánuk csinálom meg a második edzésemet. És hogy megy? Milyen eredmények vannak? Büszkék lehetünk, magam edzései is jól mennek. Idén vettünk részt először a serdülő bajnokságon, mivel gyerekcsoportunk van, ezért nagyon kevés még a serdülőnk, de már bajnoki bronzéremmel és egy bajnoki 5. helyet büszkélkedhetünk. A Szöcskék nevet honnan kaptátok? Hát nem véletlen a névválasztás, saját magamból indultam ki, ugyanis ugróatlétaként tevékenykedem. Innen jött az indítatás, és hát a gyerekek is egyre jobban érvényt szereznek a névnek. Neked milyen eredményeid vannak? Idén fedett pálya magyar bajnokságot nyertem hármasugrásban, többször voltam már Európa Kupa válogatott, hármasugrásban, magasugrásban és hétpróbában is. A több évtizedes edzősködés alatt milyen sikereket értek el az atlétáink? Hát igazából 70-től 90-ig, míg edzősködtem, volt 3 olimpiai kerettagom, 11 magyar csúcsot értek el a gyerekek, és 68 bajnoki érmet atlétikai bajnokságon. Győri Dózsában hány gyerekkel foglalkoznak? Padlón volt az atlétika Győri Dózsában évekig, most próbáljuk a gyerekeket gyűjteni. Körülbelül 80-90 között van most a létszám, zömében fiatal, és reméljük, hogy ezekből jönnek ki a jövő atlétáim. Mindahogy most a jelenlegi bajnokság is mutatja, hogy már ezért kezdik az oroszlán körmeiket mutogatni, még nem az igazi, de reméljük, hogy lesz jobb is. Könnyű a gyerekeket megfogni, az atlétika mellé állítani? Igazából nem könnyű, 2 éven keresztül mentem iskoláról iskolára, most van olyan 25-30 fős létszámom, de igazából ha gyerekeknek jönnek a sikerek, akkor már sokkal könnyebb, és ugye ez egy megtartó erő, hogyha látják, hogy vannak jó sportolók a csoportban vagy a szakosztálynál.
sportiskola esetleg működhet majd a jövőben? Én úgy látom, igen, mert Zömében 80%-ban olyan korosztályú gyerekek, biztos, hogy előbb-utóbb be fog indulni és működni fog. Törökszent Miklós egy kis helyiség, ennek ellenére elég jó atlétákat nevelnek. Milyen munka folyik, hányszor edzenek egy héten, milyen csoportokkal? Törökszent Miklós egy ilyen 25 ezer lakosú városka, és van 75-80 fős gyermekserekkel foglalkozunk, értendő ez alatt 9-10 éves gyerekektől fel a 20 éves korig. Én úgy érzem, hogy ez a létszám, ezt évről évre 8-10 éve tudjuk tartani, köszönhető ez a város önkormányzatának, meg egy ragyogó elnökségünk van, hétfős elnökségünk, aki nagyon magánviseli ennek az utánpótlásnak és a Törökszent Miklósi gyerekeinek a sorsát, meg a figyelik az eredményeiket, elismerik őket. Ők maguk is évente külön ünnepi keretében fogadják ezeket a gyerekeket, a magyar bajnoki helyezeteket, más sportágakban is, nem csak az atlétikában. Gyerekek hogyan kerülnek ide az atlétikához, az egyesülethez? Folyamatos az utánpótlás képzésünk, úgyhogy állandóan megyünk utánuk, tehát már az alsó tagozattól kezdve. Valamint hát természetesen, amióta a napprogram beindult, azóta a Kölcsei Általános Iskola nekünk a napiskolánk, akivel állandó együttműködésünk van. Hát a javarész onnan kerül ki a gyerekeknek, és ez szép folyamatosan évenként működik. 8-10 gyereket tudunk versenyszerűen leigazolni ebből a csoportból. És én úgy érezzük, hogy ez egy hosszantartó folyamat, már így is, meg úgy bízunk benne, hogy ez továbbra is az lesz. Rengeteg csepeli versenyzőt látunk itt a pályán. Hogyan szerepelnek? Az előzetes várakozás szerint egy kicsit magunk alatt, de azért nem nagyon rosszul. Az ugrók hogy szerepelnek? Az ugróink, ezek általában nem is ugrók, kimondottan ugrók, hanem a főirány nálunk a több próbaképzés, tehát az ugró számokban megfelelően szerepelnek a lányok, főleg. Az egyesületnél a fő szám az, hogy 7 próbában, vagy esetleg majd később 10 próbában legyenek élversenyzők. Ez jó, hogy a gyerekeket egyből többféle sportágra próbálják rávenni? Az én szakmai meggyőződésem az, hogy a fiatal gyerekeket, így a serdülőket, talán még az ifikor elején is sok oldalúan kell képezni, abból sokkal könnyebben jöhet ki egy nagy speciális eredmény, mondjuk távolugrás vagy magasugrás, mint hogyha eleve elkezdem egy számra, mert nem lehet tudni 12-13 éves korban, hogy melyik az a szám, amiben ő a legjobb lesz. Gyerekeket az iskolákon keresztül próbálják elsősorban mozgósítani, vagy más úton? Az iskolákon keresztül mondjuk nekem előnyöm van, mert én 30 évig a kerületi testnevelőtanári munkaközösség vezetője voltam, és addig még az iskolánkat be nem zárták, addig aktív testnevelő voltam, úgyhogy elméletileg baráti viszonyban vagyok az összes testnevelővel Csepelen. Gyerekek inkább választják az atlétikát manapság, mint mondjuk a labdarúgást vagy más labdasportot, vagy azért meg kell küzdeni értük? Sajnos az a tapasztalatom, hogy már a labdarúgást sem választják inkább. Nagyon-nagyon kevesen választják a sportolást. Nincs bent a társadalmi légkörbe a testnevelés és a sport. Ez sajnos az utóbbi időben egy picit maga az imázs lerombolódott. Milyen alkalomból látogatott ki ide az atlétikai versenyre? Hozzátartozók, a feleséged lővérének a kisfia futott. Itt a 800 méteren, és éppen most fejeződött be. És milyen eredményt ért el? Ha jól láttam, 5. vagy 6. lett. Az indulásnál, itt a 200-250 méternél, úgy láttam, hogy kiesett a ritmusból, a mögötte futó fiú rálépett a sarkára, és második helyre visszaesett a 6.-7. helyre, és úgy éreztem, megtört a lendület. Hát ilyen az atlétika, hát végülis a futószám az ilyen. Nem vagyok szakértője, ugyancsak láttam, hogy mi történt. Második helyen futott, és utána visszaesett 6.-7. helyre. Hogyan sikerült az első nap itt a Serdülő OB-n? Számunkra nagyon jó sikerült. Mi az EGRI Egyesületünk az az elég kis egyesület. Két edzővel dolgozunk jelenleg, és hát egy magyar bajnoki címet tudtunk elérni az asszony Evelyn révén, aki 100 méteren lett magyar bajnok, illetve nagyon jó eredményt ért el még magasugrásba, 3. helyezett lett, ugyanez a kislány, de súlylökésben 4. helyezést ért el a Sallai Hubánk, illetve nagyon nagy meglepetésünk volt és öröm volt számunkra az, hogy a 100 méteres gátfutásban 15 éveseknél a
Ricsink az harmadik helyezést érte, és kevés századdal, 7 századdal maradt el a bajnoki címtől. Egyéni csúcsot ért el valaki itt a versenyen? Igen, hát nagyon jól sikerült az időzítésünk. A Zaszonyi Evelin egyéni csúcsot futott 100 méteres síkfutásba. Sallai Juba, aki súlylökő, az megint egyéni csúcsot lökött súlylökésben egyik helyezéséhez, illetve a 100 méteres átfutónk az szintén egyéni csúcsot futott 100 méteren. Ha ezt az egész évet értékelni kellene, ugye lassan most már befejeződik az atlétika szezon, akkor az egriek hogyan szerepeltek? Az egész évet értékelve talán a legjobb évet tudjuk zárni, hiszen a junior korosztályban a lányoknál is, és a fiúknál is magyar bajnokunk lett a Pályi Zsolt személyében, aki a távugrásban megnyerte a junior bajnokságot, illetve Berec Bernadett, aki szintén távugrásban magyar bajnok lett. És ez mellett még nagyon-nagyon sok szép, jó eredmény értünk el első 8 helyezett között. Vannak olyan versenyzők, akik a Heraklész, illetve a bajnokprogramban benn vannak? Igen, igen. Hát öröm számunkra az, hogy a Páhi Zsoltunk már régóta, a junior távlognunk régóta a Heraklész programnak a tagjai, a bajnoki programban is részt vesz. Ő 18 éves, nagyon-nagyon szép eredményekét ért el, hiszen 7.35-je a távlogásban legjobb. Ő A kategóriás válogatott versenyzőnk, illetve a Berec Bernadett nagyon megint szintén jó eredményeket ért a távlogásba. És hát az Asszonyi Evelin, akit az előbb említettem, hogy 100-on magyar bajnok volt, magasban harmadik volt, most ma távolugrásba megint egyéni csúcsot ugrott és második helyezést érte. A női magasugrásban a 15 évesek korosztályában éles verseny alakult ki az első helyért. Mind a két kislány, Toldi Laura és Kovács Kinga is egyformán megugrotta az 1 méter 68 centis magasságot. Az arany sorsa itt a próbálkozások számán dőlt el. Kiélezett küzdelem, végül aranyérem a női magasugrásban. Ön edzőként ezt hogy érte meg? Hát igazából nem számítottam rá, hogy a Laura megnyeri a magasugrást, hiszen a ranglistán harmadik volt. Viszont azt tudtam róla, hogy jó versenyző, és hogyha a többiek egy kicsit hibázgatnak, ő ezt ki fogja használni. Szerintem ez történt most is. Laura egyéni csúcsot is ugrott. Erre számítottak? Jó formában volt, tehát én tudok, bíztam benne, hogy egyéni csúcs közelit fog ugrani. Más kérdés, hogy azt gondoltam, hogy ebben nem fogja megnyerni. Ez nem így történt. Az egyesületben a többi versenyző hogyan teljesített a mai napon? Voltak döntős lányaink átfutásban. Igazából azt hiszem, hogy a holnapi napunk lesz erősebb, hiszen a ranglista alapján azért nagyjából be tudjuk bőni azt, hogy mire képesek a gyerekek. Holnap én remélem, hogy 2-3 érem lesz még. Az egyesület milyen támogatást kap a Heraklész, illetve a csillagprogramtól? A Heraklész programban jelen pillanatban 5 versenyzőnk van, Laura is közéjük tartozik egyébként. A támogatást a napprogramon keresztül kap az egyesület, itt a helyezés alapján több mint 1 millió forintot. A Heraklész támogatás az nyilván az edzőtáborokban nyilvánul meg, tehát van a legjobbjainknak alkalma, módja arra, hogy megfelelő szinten tudjanak fölkészülni. Lehet szöges cipő nélkül győzni? Nem. A szöges cipő az muszáj, főleg, hogy a sajátom legyen és ne kölcsönvet, mert ahhoz vagyok szokva és abba edzek. És az fontos. És akkor miért hagyod otthon? Nem tudom, ez egyszerűen felfoghatatlan számomra, nem szoktam ilyet csinálni. Ennek ellenére egyéni csúcsot ugrottál. Ez a 168 cm, ez most ugye a győzelemre elég volt, de amúgy vártad magadtól ezt az eredményt? Igen, több versenyem is volt nyáron is, és éreztem, hogy bennem van ez az eredmény, de valahogy sosem jött össze. Valami kis hiba mindig volt az ugrásomban, most nagyon örülök, hogy sikerült összehozni. Az utolsó ugrásnál a 170 cm-en már nem volt tét, ezért nem sikerült? Valószínű. Ez már többször is előfordult, hogy amikor már tudtam, hogy megnyertem, akkor teljesen lenyugodtam, és egyszerűen nem sikerült az ugrás. Női magasugrás döntője kiélezett küzdelmet hozott. Végül második lettél, de ugyanannyit teljesítettél, mint az első. Bosszant ez téged ilyenkor? Hát csak egy kicsit, de túlélem. Ilyenkor mi dönt, amikor azonos magasságot ugratok? Hát a kísérleteknek a száma, hogy én több ugrásból ugrottam át bizonyos magasságokat, mint a másik. Ilyenkor végig gondolod, hogy hol lehetett volna javítani, hogy meglegyen az aranyérem? Nem. Az edződ hogyan fogadta ezt az eredményt? Úgy tudom, hogy egyéni csúcsot ugrottál. Igen, 8 centivel, és nagyon örült neki. Azért egy év alatt 8 centit javulni, az hatalmas dolog. Mennyi munka volt ebben?
Hány edzésetek volt? Hogyan készültetek erre a versenyre? Hát minden nap volt edzés, és tavalyhoz képest 18 centi. Úgyhogy elég jó. És minden nap edzünk, és elég keményen. Itt az atlétikában, a magasugrásban mi a lényeg? Mire kell odafigyelni, hogy tökéletesen sikerüljön egy ugrás? Nekem például az a hibám, hogy az utolsó előtt lépést magam alá lelépem. Nekem erre kell figyelni, hát kinek mire. Idén még fogsz versenyezni? Még lesz az ügyességi csébé, és még ott is indulunk. Rengeteg ifjú tehetséget láthatunk ezen a versenyen. A Magyar Atlétikai Szövetség minden évben megrendezi ezeket a korosztályos versenyeket. Hogyan sikerül évről évre egyre több gyereket az atlétika mellé állítani? Elég nehéz és nagy feladat. Nagyon nagy konkurencia van a különböző sportágak között. Elég fiatal korban már igyekszik minden sportág megszerezni magának az utánpótlást, de ez egy olyan sportág, amit végül is az iskolába muszáj és nélkülözhetetlen csinálni, így közel kerülhet minden gyerek az atlétikához, és talán itt is ragadnak többen. Tehát az a lényeg, hogy az iskolában megszerettessék az atlétikát a gyerekekkel? Én úgy gondolom, hogy az iskola az a hely, ahol nem csak az atlétikát, hanem a sportot is leginkább közel lehet hozni a gyerekekhez, és meg lehet kedveltetni. Elnök úr szerint milyen évet zár az ifjúság utánpótlás az atlétikában? Azt hiszem, a hazai versenyek mind sikeresek voltak, viszonylag nagy létszámot mozgatott meg, és ahhoz, hogy jó eredmények szülessenek világviszonylatban és világversenyeken, ahhoz azért ilyen széles tömegek kellenek, ahonnan kiválasztódjanak ezek a fiatal tehetségek.